Szeretettel köszöntök mindenkit, takže srdečne vás vítam všetkých a pozdravím. Biztosan tudjátok sokan, hogy a penicillin az egy tévedésnek a eredménye. Určite mnohí z vás viete to, že penicillin vlastne, ako vynájdenie penicillinu, to bola vlastne jedna veľká náhoda. Egy laborasszisztens nem figyelt oda, és megpenészedett a sejtenyészet. Niekto v laboratóriu, poznáte ten príbeh, tak vlastne nejaký s nepozornosťou došlo k tomu, že vlastne vznikol tento penicillin. Szerencsére Pasteur mielőtt kidobta, belenézett a mikroszkóppal. No našťastie, dobre tu máme Louis Pasteur, hej, to predtým, ako on vlastne by vyhodil, tak sa pozrel cez mikroskop na to, že čo to vlastne tam vzniklo. Ugyanígy véletlen a Viagra is, a két tabletta. Tak vlastne vznikol penicillin a takisto, ak viete, tak Viagra tiež bola vlastne taká náhoda. Eredetileg úgy tudom, hogy szívgyógyszer. Pôvodne viem tak, že to bolo určené na srdečné problémy. Én ugyanilyen véletlenül találtam meg azt a DXN terméket, ami a legnagyobb terméktapasztalatot hozta. Ja som takisto, v podstate takúto náhodou našiel tento produkt DXN, s ktorým som dosiahol zatiaľ tie najlepšie alebo najväčšie výsledky. Čiže bola to tiež náhoda. Azt történt, hogy január 17-én mentővel vittek be a kórházba, mert nem kaptam levegőt. Stalo sa to, že 16. januára ma zobrali do nemocnice z toho dôvodu, že som v podstate nedostal 17. januára ma zobrali do nemocnice z toho dôvodu, že som nedostal v podstate kyslík, alebo som ťažko dýchalo. Kiderült, hogy ez egy nagy területű tüdőembólia. Prišlo sa na to, že to je vlastne rozsiahla plúcna embólia. Aztán máshoz megtalálták a vérrögöt is itt a jobb lábamban, tehát trombózis. A na druhý deň vlastne postupil, ak som dostal som rengén a našli tam trombózu v jeho nohe. De 4 dní húva már otthon voltam. Ale o 4 dní na to som už bol doma. És a feleségem ráírt Jane-re, hogy mit, ha jár trombózis ellen. Moja manželka vlastne komunikovala s Jane, opýtala sa je, že čo by odporúčala na trombózu, ktoré produkty. Jane ezt ajánlotta. Tá pôvodná verzia, to je to, čo Jane mu odporúčila, že má užívať. Csak én nekem nem volt elég morénzim otthon. Ale oni doma nemali dostatok morénzi. A morénzi. Úgy döntöttem, hogy csak 30 ml morénzit teszek bele, meg az alma enzimit abból, amennyi jól esik. Takže sa rozhodol vlastne tak, že toľko, koľko majú, že 30 ml kortipajnu, teda morénziho tam dá a ešte to obohatil s 25 ml kvasaného jablčného nápoja, čo máme. Az az ital, amelyik így keletkezett, az nagyon finom. A ten nápoj, ktorý vlastne takto vznikol, je veľmi chutný. Čináltunk belőle egy kóstolót nektek. Takže aby to nedostalo kyslovár, tak aj pripravili malú ochutnávku, takže asi každý. Lehet, hogy az édesség után savanyúl lesz, esetleg egy falat pogácsát egyetek. Možno, že po sladkom, keď ste jedli, tak to bude kyslasté, takže možno predtým si dajte niečo slané, aby vám to lepšie chutilo. Ježe vám toho môžete takto kolovať. A teda úplne môžete prísť, alebo vám to dáme takto kolovať a môžete ochutnať vlastne tento nápoj, o ktorom Zoli hovorí. Dáme to takto, či máte lepší nápoj? Ja to budem mať. Mám ti pomôcť? Dobre. Ďakujem. 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 A potom vám povieš, aké sú jeho účinky. Nie ste taký, že de menjek is jó. Oda még nem jutottam. Kösz? Már utána. Megkérdezem, hogy színek izom. Každý z vás dostal.
A čo hovoríte na ten nápoj? Dá sa, ako je lehet. Esti, chutí? Chutí ten nápoj, ochutnala si? Ochutnala si? Esti, ochutnala si? Chutí? Ty mi tebe? Na všechny lidé, kdy chodil na to. Jo. Jo. Nechat ho rozprávat. Nos, én ezt elkezdtem fogyasztani, és azt vettem észre, hogy nagyon lecsökkent az étvágyam. Ja, som začal konzumovať tento nápoj a zbadal to, že rapidne jeho váha začala klesať. 50-60% kevesebbet ettem. Ale popri tom aj si všimol to, že ho takých 50-60% jedol menej. Počuť ma tam vzadu, prepáčte, počuť. És akkor Jane-től megkérdeztem, hogy lehetséges-e, hogy ettől van az, hogy nincs étvágya. A tak sa následne potom Jane opýtali, či je to možné, že od tohto nápoja vlastne toto všetko sa deje. És azt mondta, hogy igen, ez nagyon is valószínű. Jane odpovedala, že je to viac než pravdepodobné. És akkor április elején ráálltam a mérlegre. A tak 7. apríla sa teda postavil na váhu. Ami 121,5 kg mutatott. Čo tedy ukázalo 121,6 kg. Pedig nekem 125 fél szokott. Čiže mal cez, pôvodne mal cez 125 kg, takže je tam úbytok hmotnosti značný, teda značný. És onnantól engem nem érdekelt a trombózis, csak a fogyás. A od toho momentu jeho nezaujímala tá trombóza, ale len vyslovene chudnutie. Én mint gyakorló túlsúlyos. Ja, akkor... Nem egy fogyókúrán vagyok már túl. Ako človek, ktorý už značný čas trpel nadváhou, vyskúša už nejednu kúru na chudnutie, takže má s tým bohaté skúsenosti. Z 2015, čiže toto sú fotky z roku 2015, čiže vidíte, skade išiel a žigen je za mášik. Ez a végén, ani veľa kvíne, 2015, nem emlíkšam. Aha, dobre, čiže to zrejme mal nejakú dietu a v roku 2015 vlastne mal 125,7 kg a jeho výsledok alebo na konci po tej diete mal 9,6 kg dole alebo 9 kg povedzme a okolo 116 kg vážim. De mindenki tudja, hogy nem fogyni nehéz. Fogyni lehet. Ale každý vie, že nie ako chudnutie je ťažké, ale chudnúť sa dá. Az a nehéz, amikor elérted a kívánt súlyt, és úgy nekihűlsz, hogy most már végre eszed egy jót. Ale to, čo je ťažké, je to, že keď si dosiahol ten vytúžený cieľ, máš tú váhu, tak potom si sadneš a teraz povieš, že tak teraz sa už teda konečne dobre najem. Idem sa kilo. A takto idú naspäť kilo. A štatistikák szerint Európa kétharmada túlsúlyos. Podľa štatistik, štatistiku dajú, že v Európe je 2/3 ľudí alebo obyvateľstva má nadváhu. Az emberek szeretik a kényelmes megoldásokat keresni. A ľudia majú radi tie pohodlné riešenia. És egy olyan ital, amelyik nem rossz ízű, és csökkenti az étvágyat, az teljesen jó lehet. A podľa neho taký nápoj, ktorý má celkom dobrú chuť a popri tom pomáha s úbytkom váhy, to môže byť celkom zaujímavé riešenie, dobré riešenie. És akkor meghoztam egy döntést. A tak som sa rozhodol, priniesol som jedno rozhodnutie. Én ebből kihívásba beleállok. A urobím z toho takú písmu. Minden héten lefotózom a saját súlyomat. Každý týždeň odfotím svoju váhu. És kirakom a közösségi médiát. A budem to distribuovať, alebo teda vyložím to verejne na sociálne médiá. Ez nem volt kockázatmentes döntés. To prosím, hogy nebolo bez rizika. Mert akkor épp valami betegséget kaptam el, és nem tudtam, hogy attól nincs étvágyam, hogy ilyen influenzám van, vagy ettől az italtól. A práve v tom období som dostal nejaký vírus alebo nejakú chorobu a potom nebol si istý, či teda od tohto nápoja nemá tú chuť alebo od tej choroby na jedlo. És ha véletlenül elmúlik a betegség és visszajön az étvágyam, és elkezde kilizni, a fél internet rajta fog rajta. Čiže náhodou, ak teda po tej chorobe príde mu naspäť tá chuť a začne priberať, tak potom to bude dosť zaujímavé, tak potom by sa asi hámpil. És most, tegnap jön a reggel, 110 kg vagyok, tehát több mint 15 kg adtam le. Tegnap? Igen? Tegnap reggel értem, 110 kg. Včera sa vážil, mal 110 kg, čiže znamená, že 15 kg skúšal.
És a vércukor szinten 8-10 év volt először a normális mezőre. Moja hladina cukru po povedzme 8 rokov je v zelených číslach, je normál. Pedig 350 euróért szedek csüngombát, meg minden légszem terméket 11 éve. A pritom okolo 300-350 euró mennyi éve? 15. Už 11 rokov okolo 350 euró je tieto naše produkty. Ennyit tesz az, hogyha valaki a túlsúlytól megszabadul. Ennyit jelent az, hogyha a túlsúlytól megszabadulsz. Apropó túlsúly, a statisztikák szerint 10 kg túlsúly 12%-kal növeli a szív- és érrendszeri betegségek, és 42%-kal a stroke kockázatát. Na, akkor ezt még egyszer lassabban. 10 kg túlsúly. És egy 10 kg nadváhy. 12%-kal növeli a szív- és érrendszeri betegséget. Zvyšuje 12% a statisztikai riziko. És 42-vel az agyi infarktus kockázata. A riziko srdcových problémov a mennyi százalék? 42. A okolo 42% zhruba o nejakú mozgovú príhodu. Apropó enzym mix, ugye minden jó marketing kampányhoz kell egy jó név, kell egy jó kinézet. Takže každému jednom dobrom marketingovej kampani potrebujeme dobrý názov, dobrý vizuál, takže enzym mix a to, čo dá on dokopy. Sok tanakodás után ezt a nevet találtam ki, hogy Enzymix. Takže to som predbol, čiže potom, čo on tak nad tým uvažoval, rozmýšľal, tak vymyslel, že by sa to mohlo volať, že Enzymix. De van, aki čo mixnek hívja, mert még neki ez is hosszú. Ale sú niektorí takí, ktorí aj toto považujú za veľmi dlhý názov, takže volajú to jednoducho, že mix. És a párom Csilla rajzolt hozzá egy logót. A moja manželka akkor teda navrhla logo. Természetesen ez nincs a DXM-mel lejegyeztetve. Samozrejme, toto nie je dohodnuté so spoločnosť DXM, čiže to je nezávislé od našej spoločnosti. Úgyhogy te nyugodtan adhatsz neki más nevet, ha akarod. Čiže ty, ak si myslíš, tak si kudne môžeš to pomenúvať aj ináč. De ha ezt használod, akkor az egész marketing kész van, van hozzá. Ale ak by si používal presne toto a použiť presne tento istý marketing, tak všetko máte k tomu dispozíciu, nemá vlastne to vedia odozdať, čo sa týka marketingu, vizuálu a všetkého. Az első két hónapban senkit nem érdekelt, hogy én miket posztolok a Facebookon. Prvých dvoch mesiacov abszolút nikto to nezaujíma, že čo ja tam zverejňujem, čo postujem na tých sociálnych médiách, sieťach. De májusban 9 új belépő. Ale máji, tu som mal 9 nových členov, ktorí vstúpili. És ebből 6-an az Enzymix-et akarják fogyasztani. A z týchto 9-tich, 6 to je 6, 5, 6, 5, 6, tak to je 6. 6-ti z toho chceli práve tento enzymatický nápoj. Čo sajnos elfogyott az ecet egész Európában. Žiaľ, akurát. Celý tento ocot sa minul v celej Európe práve vtedy. Zoli mindenki to. Zoli všetko vypil. Én 15 éve kevettem meg. Kúpil, on sám kúpil za 15 fiás toho. És most csak két belépőnk van, akik nulla pontosak, mert arra várnak, hogy legyen ecetet. A teraz vlastne do tohto programu mám dvoch takých, čo vstúpili, ale z nulla bodmi, ale kvôli tomu, lebo čakajú vlastne na ten ocot. De nem csak új fogyasztókat lehetett vele megszólítani, hanem régieket is. Dokázal som s tým osloviť, alebo nielen starých konzumentov, alebo tých členov s týmto vedel nátknúť a osloviť, ale takisto aj nových. Alebo opačne nielen nových, ale takisto aj starých, aj starších, teda, čo sú súčasťou rodiny. Olyanok kerestek meg, akik már régóta munkatársaim, csak nem nagyon fogyasztottak az utóbbi időben. Také nás vyhľadali, ktorí už sú dávnejšie s nami spolu, ako členovia, a doteraz nejakým spôsobom nekomunikovali, tak teraz ich opäť vyhľadali, ďaká tomuto programu. Létrehoztunk egy zárt Facebook csoportot is, ahol az Enzymix fogyasztók. Vytvorili sme aj uzatvorenú Facebookovú skupinu, kde sú vlastne takíto členovia súčasťou tej skupiny, ktorí konzumujú tieto nápoje. Ľudia vidia takové za konáčoš. Áno, tak ako my máme takú skupinu, je jednu. Az Enzymixnek a működési jelen, az főleg az eceten nyugszik. A základ toho enzymatického mixu je vlastne ocot. Az ecet lassítja a gyomor kiürülését. Ocot pomáha, spomaluje vlastne vyprázdňovanie žalúdka, alebo vyprázdňovanie, tak... És lassítja a cukor lebontó enzymeket. A spomaluje vlastne odburávanie cukru, alebo tých enzymov, ktoré sa na to podielajú. Na to podielajú. Ugyanakkor javítja az izmoknak és az agynak a cukor felvételét.
Még egyszer, bocsánat, ugyanak. Javítja az agynak és az izmoknak a cukor felvételét. A takisto, alebo v tom istom čase vlastne on upravuje, uzlepšuje, még egyszer azt a agy. Az agy és az izom veszik fel a cukrot. Aha, čiže ako napomáha k tomu, aby sa lepšie strebalo mozgu, cukor a vo spavu. És ezáltal a vércukor szintünk közel egyenletes. A ďaká tomuto vlastne tá hladina cukru je v podstate rovnaká, alebo je vyvážená. Mert ugye amikor lezuhol a vércukorszint, akkor jön ránk azt, hogy valami süteményt akarok enni. Keďže asi viete, že pokiaľ nám klesne hladina cukru, tak tedy sa nás zvykne prepadnúť taký ten hlad, že niečo potrebujeme, alebo chceme zjesť. Megesszük a szénhidrátot, vércukor, sakaridy a následne vlastne ten cukor zase začne stúpať. Akkor amíg nem vagy cukorbeteg, az inzulinszint is. Nemáš problém s inzulinom. Takže aj inzulin, kiszedí a vérből a cukrot és rakja a raktárba. Že inzulín vlastne hovorí, že vybere tie cukry z krvi a zásobuje to vlastne, ukladá to vo forme, ak dobre rozumiem, tukov. Čiže ako ukázal na obrúku, tak to asi tam. Ettől az enzimitől nem azért fogyunk. Čiže od tohto enzymatického nápoje nie preto chudneme. Mert a fölösleges energiát elégeti, vagy lebo spáli na kidobja. Lebo energiu, alebo proste nejaký spôsobom sa vysporiadá s ňou, ale no, súť ritkávam, ale som kýhlešek. Ale s tým, že vlastne menej začneme jesť, alebo máme menejšiu chuť na jedlo. Azért čo arra kell figyelni, hogy akkor egyél, ha éhesek. Čiže potom už vám na to treba dávať pozor, aby ste tedy jedli, keď ste naozaj hladní. Nem vagy, ha délben van ebéd, de te kettőkor lesz éhes, akkor ne egyél délben. Nevadí, ak je o 12. obed, ale pokiaľ ty si hladný od druhej, tak je to od druhej. A mi még tapasztalat, hogy az almarecet, az sokkal durvább a gyomornak, mint a mi rizsrecetünk. A čo ešte taká skúsenosť, že ten jablčný nápoj je oveľa ako horšie to znáša na žalúdok, ako dokonca tento rizový ocet. Mert ugye mi 20 ml ecetet iszunk, meg 10%-os ecetet minden nap. Az sok. Čiže my 20 ml vypijeme každý deň 10% octu. Tehát azt nem mindenkinek bírja a gyomra. Čiže to nie každému to toleruje žalúdok. De hogy hozzákeverjük a többit, a morinzit, meg a kordipány. Ale keď tomu primiešáme ostatné zložky, ako kordipány, nem morinzit. Nem szokott lenni vele a probléma. A nezvykne by žiadny problém. Én azt vettem észre, hogy havonta, bocsánat, hetente 1-1,5 kilót lehet vele fogyni. No ja skúsom, aby ja som to zbadal, že hetente. Hetente. Že týždenne sa s týmto nápojom mení kilo. Že týždenne, že on to zbadal, že zhruba týždenne je úbytok hmotnosti kilo a kilo a po sa dá s tým ako chudnúť. Jeho hustú távo nejzem február elejito moštonáhek 5 hóra. Ale ak z dlhodobého hľadiska sa na to pozrieš alebo pozeráte, tak od začiatku februára doteraz. Až doteraz? 5 hóna, és 15 kilót fogytam, tehát általában 15 kiló. Čiže do 15 kiló skudol za tých 5 mesiacov, čiže priemerne také 3 kilo mesačne. Tehát ez egy egészséges fogyás. Čiže toto je zdravé chudnutie, to je forma zdravého chudnutia. És akkor most beszéljünk az üzletről. A tak trochu sa ešte pozrieme, alebo rozprávame sa o obchode. Képzeld el azt, hogy valaki leáll 5-10-15 kilót. Predstav si to, že niekto skudne 5-10-15 kiló. Szerinted hány ismerőse fogja észrevenni? Volna teba kolki z tvojho okolia, tvoj známy to zbadá, keď niekto schudne 10-15 kg. Akiknek a kétharmada túlsúlyos statisztikát. Že statisticky, keď vieme, že 2/3 povedzme populácie má nadváhu. Ide? Hodím k 10? Samozrejme. A môže to byť akože aj bez pohybu? Napríklad to mám, že má takú sedavú robotu od rána do večera, a akože je dosť pribratý a vypinutý je tento nápoj, či rozumiem, môže nepomôcť. Rozumiem, rozumiem. Až pekmo, neprobalo mák. Ja bych ani hoď, čo je to bez pohybu, maďarský. Mozgáš nejaký lišecký, kedy? Iná pohybu. Že hej, že on napríklad sa tiež nepohybuje, má sedavú robotu takisto. Hogyha mondtam, hogy te is nem mozgó, de sok megmondhatom, még nem mozgó. Nem mozogtam többet, mint eddig, ugyanannyi. Csak takisto sa pohybuje, azt is mondhatom, hogy sofér vagyok? On jednak povolaní sofér, čiže on z našu časť dňa presedí. Čiže on hovorí, že áno. Jó, akkor mondtam, hogy igen. Igen, tehát akkor ott tartottunk, hogy az ismerősei észreveszik
Čiže, súva, to si poďte, hoď, furt, tá. Čiže tam sme boli, že vaši známi, zrejme sa shodneme na tom, že teda určite zbadajú takýto úbytok váhy a čo sa stane potom, sa opýtajú, že ako si to dokázal, hej, začnú sa pýtať. Čiže prejdem nejakých mundaní, hoď to keď si riez. Tak im jednoducho treba povedať, že s týmto nábojom. És képzeld el, 2-3 hónap múlva, mikor már ők fogytak 10 kilót. Asi prestáv, že čo sa stane potom, keď oni skúrnú za 2-3 mesiace. Ugyanez is ismétlődik meg, csak sokkal több emberre egyszerűen. Takže zrejme sa stane to isté a sa to začne šíriť. Tudod, mennyi jut a légionárból össze? Vieš, koľko sa ti vráti naspäť ako vráci do obchodu? Vieš si to predstaviť? Kedves túlsúlyos embertársaim. Čiže všetci, čo máte nadváhu, mít kátelia. Nekünk olyan tudásunk van, amit a sportos többiek nem tudnak utána csinálni. Mi máme takú vedomosť, také informácie, ktoré mnohí športovci nevedia. Robi nem tudja utána csinálni. Že hovorí, že ja to neviem, ale ja viem. Ale hovorí, že ja to neviem. Mi hónapokon keresztül tudunk olyan fotókat posztolni, hogy fogjunk. Aha, tak toto fakt neviem. Čiže oni majú tú schopnosť, že vedia, ďakujem tohoto nápoju, také fotky pridávať do niekoľkých týždňov, mesiacov, ktoré ja v podstate neviem, lebo oni vedia chudnúť, je z čoho chudnúť. Használjuk ki ezt a adottságot. Takže využíme túto našu schopnosť, využíme ju. Annyit kell tenned, hogy te is eldöntöd, hogy ezzel fogsz. Jednoducho toľko treba urobiť, že kinesieš to rozhodnutie, že aj ty s týmto začneš chudnúť. És fotózd minden héten a súlyodat. A odfogd si každý týždeň tú váhu svoju. A posztulkod. És ne törődj vele, ha kinevetnek az elején. A nezaoberaj sa s tým, ak niekto nebude mať preto pochopenie, aby ťa vysmeje na začiatku. Nézd meg, hogy a végén, amikor sikeresen lefogytál, lett egy csomó belépőd, meg sok bónuszod, akkor mit fogsz? Ale pozri sa potom na to, odstupom času, keď úspešne skúdneš, budeš mať nový záujem to, ako budeš mať výplatnú pásku, tak potom, že to na to povedia. A szokták mondani, hogy az üzletnek az alapja a bizalom. Ale zvyknú hovoriť, že základom obchodu musí byť dôvera. Mi lehet annál bizalom növelőbb, hogy magadon bizonyítod, hogy valami... Čo môže byť viac dôveryhodné ako to, keď sama na sebe to vyskúšaš a funguje ti to. És olyanok, akik nem túl súlyosak. A taký, čo nemajú nadváhu. Keresni kell az ismerőseid között egyet, aki túl súlyos. A tak potrebuješ nájsť aspoň jedného v tom okruhu známy, ktorý má trochu nadváhu. Takže snáď taký máte. Most végezetül mutatok valamit. Tak nakoniec vám ešte ukážem niečo. Hát azt szokták mondani, sokszor hallottátok már, hogy a gondolatainkkal tudunk teremteni. Možno ste už počuli túto myšlienku, zvykne sa hovorí, že silou mysle vieme niečo tvoriť alebo vieme vytvoriť niečo. My teremtíme na saját jövőnket a gondolatát. Čiže s našimi myšlienkami vieme vytvoriť našu a vieme formovať našu budúcnosť silou mysle. Biztos, že to skočil Lacinak a déli morinzi, ju minden nap megiszik. Určite ste všimli alebo viete o tom, že Laci Kočov už nejaký ten rok každý deň pije fľašu morinzi. Nem tudom, tudjátok, hogy a Cérna Szabónak van a Green Mix-e. Neviem, či viete o tom, Cérna Szabócsó má zase Green Mix, tak to volá. Az a sportolóknak való. To je pre tých ľudí, čo športujú napríklad. Én mindig gondolkoztam, hogy mi lehetne az a termék, ami úgy az enyém. A ja som si tak rozmýšľal nad tým, že čo by mohol byť ten produkt, ktorý by bol tak akože môj. És először az Alma enzimit arra gondoltam. Ako som myslel na ten jablčí náš nápoj. Hát azt még így rázgolni se lehet. A to je nejaké priasa nedá nejakú, lebo to je takú sáčku. Zočku lehet ne. Že maximálne len s tým sáčkom viete takto sa obievať. Dlouho zočku vás. A taký vysiaci nejaký sáčok, to nie je až také príťažlivé. Čiže ja zatvrtám o fejem. A tak som uvažoval ďalej, rozmýšľal som nad tým. Ešte a jú isté, hogy az univerzum meghallotta. A asi vesmír ma vypočul. És küldött ajándékba egy trombózist. A poslal mi ako dáček jednu trombózu. És megkaptam az italom. A tak som sa dostal k tomuto nápoju. Úgyhogy ez a kínai mese, hogy amikor egy eseményre azt gondolod, hogy rossz, nem biztos, hogy rossz, lehet, hogy én jól vagyok neki vele. Čiže to je nejaké čínske príslovie, že keď niečo zle sa ti stane, tak možno nie je to až také zle v konečnom dôsledku, ale malo to nejaký dôvod, aby sa to stalo. Čo nakoniec je to, keď niečo sa ti to stalo. Szóval én azt gondolom, hogy ezzel a termékkel itt Európában nagyon lehet üzletet. Čiže ja osobne si myslím to, že práve s týmto nápojom alebo s týmto produktom tu v Európe naozaj viete veľmi silný obchod vybudovať.
Etiópiában nem biztos. Etiópia možno nie, ale tu v Európe s tým, že aké sú štatistiky, tak máme obrovskú šancu. Köszönöm szépen. Ďakujem vám pekne.